A Vasvári Pál gimnázium igazgatója Horváth József nem folytathatja vezetői munkáját, ugyanis a következő igazgatói ciklusra benyújtott pályázata államtitkári döntés alapján nem nyert támogatást. A diákok petíciót indítottak, melyben a vasvárisok közössége nevében kérik vissza igazgatójukat. A hír kapcsán aggodalmának adott hangot közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere is. Cserpalkovics András szerint nehézséget okoz, hogy a Modern Városok Program vasvári gimnáziumra vonatkozó része most indul, ennek levezénylésében pedig Horváth József igazgatónak nagyon fontos szerepe lett volna. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője is érthetetlennek nevezte a döntést. Török Szabolcs a tankerületi központ vezetője országos portáloknak nyilatkozva elmondta, az igazgató munkájával szemben több szakmai kifogás is felmerült, amelyeket a tankerület eljuttatott a döntést hozó miniszterhez, egyúttal nem javasolta a pályázó kinevezését. A döntés ellen tiltakozók szerdára tüntetést hirdettek. Az eseményt annak ellenére megtartották, hogy hétfőn a Székesfehérvári tankerületi központ közleményében jelentette be, hogy Havranek Mária munkaközösség vezetőt a nevelőtestület javaslatával összhangban a köznevelésért felelős államtitkár egy évre az iskola igazgatójává nevezte ki.